Köszönjük. A következő percekben viszont egy kicsit a technika segítségével Gödöllőre látogatunk, egészen pontosan a Mate uszodájába. Annak ellenére, hogy nem régen nyitotta meg a kapuit, kifejezetten a vízilabda szakosztálynak köszönhetően hatalmas népszerűségnek örvend, dr. Kis Gergely lett amúgy az elnöke. Elvileg ott van a helyszínen Gergő kollégánk, úgyhogy én át is adom a szót. Szia, Gergő! Köszöntöm a Mozaik nézőit, hát ezt a gyönyörű uszodát tavaly évvégén adták át, és ahogy a megnyitón is elhangzott, hogy nem egy kocka épületet adtak át, hanem egy makoves stílusban készült építményt, ami hát tényleg gyönyörűre sikerült, és elámul az ember, ahogy ide belép. És valószínűleg az épületnek köszönhető, és már a kezdeti sikerek is megtörténnek, mind sportterén, mind a toborzás terén. Erről mesélj egy kicsit. Igen, egy régóta dédelgetett tervem volt, hogy Gödöllő környékén legyen minőségi vízilabda, ugye ennek a legnagyobb gátja az uszoda helyzet volt korábban. Szerencsére sok év után megoldódott, és egy fantasztikus létesítményt kapott a térség, ami a lakosságnak, ugye az úszás sportágnak és a vízilabda sportágnak is egy otthona. Elképesztő büszkeséggel és meglepődéssel vettem tudomásul, hogy az első egy-két toborzó napunkon beözöllöttek a gyerekek, nem fértünk el konkrétan az előcsarnokba, és most 200-an vagyunk a felnőtt csapattal együtt, hiszen ugye Mate Geac Egyesületen belül, Mate Geac MSA néven vagyunk, ez a Modern Sportakadémia, a kis budapesti egyesületem, aki fúzióba lépett az egyetem egyesületével. És így a Mate Geac három új szakosztálya, az úszás, a női és a férfi vízilabda részéből a fiút csinálom én, mint szakvezető, és itt van nagyon sok gyermek, és büszkeségünkre az egyetemi bajnokságban már el tudunk indulni a felnőttekkel. Összejött a Mate hallgatóiból egy jó kis egyetemi csapat, illetve természetesen vízilabdázó múlta leginkább, és a gyerekek közül pedig most már 7 csoportban vannak különböző szintű foglalkozások, és egy utánpótlás korosztályos bajnokságban el tudtunk indulni. Személy szerint is fontosnak tartott, hogy minden korosztály része is jöjjön a sportélményből. Ez miért fontos, mit tud hozzáadni minden korosztály életébe? A kicsiknél egyfajta életmód. Ugye rektor úrral és az egyetemmel eltökélt célunk, hogy a kettős életpálya modell kiépítésében legyünk érdekeltek, és tegyük érdekelté a környék családjait, gyermekeit. És ebben ugye a legkisebbekkel kell kezdenünk, hogy a sportos, egészséges életmódot őt már magukba szívják. Ennek az egyik legjobb területe az uszoda. És ez 5-7 éves kortól szokott elkezdődni a gyerekek életébe leginkább. Ebben megyünk tovább. A helyi Hajós Alfréd általános iskolának a sportosztályával is megállapodást kötünk. Ez a kettős életpálya modell egy nagyon fontos alappillére lesz, és aztán ennek a csúcsa természetesen maga az, hogy egyetemi hallgatóként, matés hallgatóként remélhetőleg minél több vízilabdázó, úszó, atléta, sportlövő, vívó, és egyébként szabadidős sportoló is lesz az egyesület keretein belül, és ez egyébként a munkaerőpiacon is megjelenik, aki sportos életet él, akinek sportmúltja van, azok nagyon komoly, fegyelmezett, minőségi munkaerőnek számítanak, és nagyon komoly elvárásaik vannak saját magukkal szemben. Ezt a fajta felelősségvállalást, ezt a fajta minőségre törekvést azért a sport megtanítja hamar már kiskorban. Hát nagyon szépen köszönöm, és további sportsikereket kívánunk. És hát megkerülhetetlen a kérdés, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora vajon leszokott-e ide járni egy kicsit úszkálni? Én a megnyitás napján már itt voltam, tehát azt követően is rendszeres látogató vagyok az uszodában. Rendszeresen sportolok, tehát ez magam számára is egy óriási lehetőség volt, hogy most már rendszeresen az úszásnak is lehet hódolni. Úgyhogy én általában hétvégenként szoktam, hétvégén hajnali órákban, kora reggeli órákban megtalálható vagyok az uszodában. Most, hogyha amerikai filmeket megnézünk, akkor nagyon sokszor látjuk, hogyha egyetemistákról szól, akkor általában nagyon sok jelenetet vagy egy sportlétesítménybe vesznek föl, vagy edzés közben. Tehát valahogy az amerikai filmek azt sugallják, hogy az egyetemi élet és a sportélet az nagyon összefügg és nagyon fontos. Talán Magyarországon ez nem volt jellemző, de most már ez egy olyan példa arra, hogy a Mate életében nagyon fontos lett az, hogy egy úszoda létesüljön. Hát mi az összefüggés, miért fontos az, hogy az egyetemisták életében mondjuk legyen egy ilyen gyönyörű úszoda? A Mate alapfilozófiája az, hogy nem csak a tudományban, nem csak az oktatásban szeretnénk élen járni, hanem a sportban és a kulturális tevékenységben. Ez a hármas, ez az oktatás, kutatás, a sport és a kultúra triumvirátusa az, amivel még nagyobb vonzerőt szeretnénk adni az egyetemnek. Pontosan az amerikai példák mutatják azt, hogy a fiatalok számára további vonzerőt jelent az, hogyha
hogyha vannak jó kollégiumok, hogyha van kulturális élet, hogyha van sportolási lehetőség. Ezer igazolt sportolónk van ma már az egyetemen. Megújítottuk a sportszakosztályunkat, Matege. Az kevés olyan vidéki egyetem van, ami ilyen számokkal büszkélkedhet. Sportösztöndíjat hoztunk létre. 30 olimpiai világ Európa bajnokunknak adtunk át olyan sportösztöndíjat, ami a tanulmányuk mellett támogatja rendszeresen, szervezetten is a sport, az aktív sport, az élsportot. És ebben szeretnénk még erősíteni a mindennapi sportolási lehetőséget, a szabadidősportot. 18 féle sportág közül választhatnak a nálunk tanuló fiatalok, tehát egy teljesen más, új állapított közösségi életet, egy új alapokra helyezett közösségi életet formálunk és hozunk létre, egy megújuló agrárfelsőoktatásban, ami éppen egy évvel ezelőtt alakult meg ezen a néven, Magyar Agráris Élettudományi Egyetem néven. Hát nagyon szépen köszönöm, és ennek egyébként én magam is tanúja voltam, hiszen olyan jó látni a gyerekeket, ahogy itt csapatban dolgoznak, nagyon sokat ad nekik, ez látszik az arcukon, látszik az egész hangulaton, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy Gödöllőnek és térségének most már nem kell Budapestig utaznia, hogyha a vízilabdának vagy az úszásnak szentelni az életüket, és hát szülőtársaimhoz szólok, hogy legyen fontos, hogy a gyerekeket rögtön az elején a sport, az élsportra vigyük, szoktassuk, hiszen nagyon sokat ad nekik a továbbiakban.